Bírósághoz fordultak idén tavasszal az egyik szekszárdi cég elbocsátott dolgozói. Megközelítőleg 130 dolgozónak kellett új munka után néznie, miután az olasz luxusbútorokat gyártó cég úgy döntött, kivonul Szekszárdról. Azt állították, hogy a cég több havi bért és a végkielégítést sem fizette ki nekik. A dél-dunántúli jogpontokon dolgozó ügyvédekhez is gyakran fordulnak hasonló munkajogi helyzetekkel. Nem feltétlenül jellemző, de előfordulhat az úgynevezett csoportos tanácsadás vagy munkairányítás, főleg amikor tömegesen bocsátanak el munkavállalókat, ha minden igaz, itt Szekszárd vagy annak környékén is történt egy közel 50 fős csoportot elbocsátó munkáltató, aki nem fizette ki a munkabéreket. Ez tipikusan olyan helyzet, amelyben el lehet jönni hozzánk, és nem csak egyénenként, de csoportokba bontva is, vagy csoportokra bontva is útbaigazítást adunk nekik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy olyan sebességgel változnak a munkaügyi jogszabályok, ami szinte követhetetlen. Ezért a munkavállalók nagy része nincs is tisztában jogaival. A Munkástanácsok Országos Szövetsége ennek a helyzetnek a kezelésére hozta létre a jogpontok országos hálózatát, ami a Széchenyi 20-20 program keretében jött létre. A helyi és környékbeli lakosok hetente 3-4 konkrét ügyben keresik fel az ingyenes jogsegélyszolgálatot. Munkajog létesítése, elbocsátások, munkaviszony megszüntetése, közös megegyezéssel, azonnali hatályú felmondással és a többi. De a másik része, az már egy polgári jog világába vesz minket, sokan vállalkozni akarnak. Vállalkozás, alapítás, létesítés, engedélyek beszerzése, a létesítési procedúra az, amiben tanácsot vagy segítséget kérnek, de ezen kívül adó, illetve társadalombiztosítási tanáccsal is tudunk szolgálni. A jogpont nem képvisel ügyfeleket bírósági vitában. Céljuk az, hogy az ügyek ne jussanak el ebbe a szakaszba, hanem a felek kiegyezésével végződhessen. Ritkán nem vannak olyan esetek, amikor külön megbízás is kapunk, tehát ügyvédi megbízás keretében, és megbíznak az ügy tényleges ellátásával. Ez egy pontosan Szekszárd ügy volt, ahol teljesen szimpla, ez egy munkavállaló volt a hölgy, munkajogi problémával jött ide, jogi tanácsot kért tőlünk, de kiderült, hogy van egy problémája, egy vállalkozási szerződésből kifolyólag a vállalkozó nem akart teljesíteni, határidőben meg pláne nem, aztán egyáltalán nem, és ezt az ügyet sikerült úgy rendezni, hogy egyetlen ügyvédi levéllel gyakorlatilag vissza is fizette az előleget, amit kapott a hölgytől, és teljes mértékben rendeződött a viszony. A szekszárdi jogpont az Arany János utcában a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara irodái mellett kapott helyet, itt fogadják az ügyfeleket minden hónap második, harmadik és negyedik szerdáján, reggel 7 órától délután 2 óráig. Készült a Munkástanácsok megbízásából.